Március 11-e óta, amióta megszületett az a kormányrendelet, ami a veszélyhelyzetet elrendelte, az elmúlt 23 napban, hát minden, mint ahogy az élet minden területén, az önkormányzat életében is nagyon sok minden megváltozott, de a munka az egyáltalán nem állt meg. Gondolok itt egyrészt arra, hogy a hivatal valamennyi dolgozója dolgozik, nagy részük otthon, mindenki kapott egy laptopot, felszereltük minden olyan programmal őket, alapvetően az ASP-vel, ami az ő mindennapos munkájukhoz szükséges, hogy otthonról is el tudják látni a feladatukat. Ugyanakkor itt a Városházán is minden osztályunkon vannak ügyeletben kollégák, és ezek a ügyeletes kollégák váltják egymást heti ciklusonként, tehát mindig van, aki be is jön a Városházára. Az ügyfélfogadási rend viszont megváltozott, hiszen mindenkinek elsősorban az elektronikus ügyintézést ajánljuk, erre már régóta lehetőség van, de talán itt az alkalom, hogy egyre többen rászokjanak erre. Egy héten kétszer, kedden és csütörtökön jöhetnek az ügyfelek hozzánk személyesen. Kedden délelőtt 10 és 12 óra között, csütörtökön pedig délután 14 és 16 óra között várjuk szeretettel mindazokat, akik itt szeretnének ügyet intézni, ha mindenképpen ragaszkodnak a személyes találkozáshoz. Úgyhogy a munka zajlik, csak másképp és más módon és más területeken, mint ahogy eddig. Ugye a veszélyhelyzet miatt nagyon sok jogszabályi felhatalmazás másképp vonatkozik most ránk. Alapvetően a katasztrófavédelmi törvény határozza meg azt, hogy a képviselőtestület valamennyi jogkörét veszélyhelyzetben a polgármester látja el. Hát ez zajlik most. De az élet nem áll meg, ugyanúgy kell tenni a mindennapos dolgokat. Tehát van döntéseknek egy része olyan, amely érinti a járványt, és amiatt meghozott döntések és határozatok, rendeletmódosítások, egy része pedig a mindennapos munkavégzéshez, és annak a folyamatosságát segíti és befolyásolja. Vannak olyan jogkörök, amik átruházott hatáskörben részben a bizottságokra, testállap képviselőtestület jegyzőre, illetve polgármesterre. Most, ami a polgármester jogköre volt eddig is, természetesen értelemszerűen az maradt nálam. Mondok egy-két példát, például a Humán Bizottság az, aki a mindennapos menetrendben, a létfenntartáshoz, a települési támogatásokba, bármelyik formáját benyújtásra kerül, akkor azt bizottsági szinten szokták eldönteni. Egy hónapban egyszer összeülnek, üléseznek és döntenek a benyújtott kérelmekről. Kérelmeket ugyanúgy be lehet nyújtani most is. Annyi a változás, hogy ezekben most én döntök, és nem egy hónapban egyszer, hanem gyakorlatilag napi szinten, folyamatosan. Tehát ilyen szempontból még azt mondom, hogy egy pozitív változás is van. Ugyanakkor kifizetésre nem egy hónapban egyszer, hanem hetente kerül sor. Nagyságrendekkel megnövekedett a kérelmezők száma. Ez sok szempontból lehet értékelni. Nyilván vannak, akik ezt a helyzetet még nem tudják pontosan, hogy hogy is kezeljék, hogy mi az, ami rövidebb, hosszabb távon befolyásolja majd a mindennapi életüket. Azért megnyugtatásul elmondani, mert emberek vagyunk, és ahányan vagyunk, annyi félék, és ezzel nincs is semmi baj. De idős nyugdíjas társaink, akik azok a polgárok, akik köztünk vannak, ők például nyugdíjellátásokat ugyanúgy megkapják, mint eddig. Tehát az ő jövedelmi körülményeikben változás nem következik be. Eddig 33 esetben hoztam döntést, minden alkalommal azt a döntést hoztam meg, amit az elmúlt 20 év tapasztalatából én magam voltam szociális bizottsági tag is 20 éveken keresztül, meg elnöke is annak a bizottságnak, aki egyébként ezeket a segélyeket elbírált, tehát hogy némi gyakorlati tapasztalatom van, személyismeretem van, ismerem a bonyhádi családokat, mindig figyelembe veszem, hogy hány gyermeket tartanak el, milyen anyagi körülmények között vannak, mennyi a jövedelme az adott családnak, van-e munkahely, nincs, esetleg elvesztették már. Hál' Istennek ilyen jelenkezőnk még nem volt, aki a koronavírus járvány miatt elvesztette a munkahelyét és az önkormányzathoz fordult. Még nem tudhatjuk, hogy lesz-e ilyen, de amennyiben igen, azon is dolgozunk már, hogy a veszélyhelyzet miatt kialakult problémákat is a jövőben kezelni tudjuk. Számos döntést hoztam gyakorlatilag ebben a 23 napban, most csak nagyságrendet mondok, szerintem több mint 60-at. Ennek egy részéről már említést tettem azokra a határozatokról, amelyek a létfenntartáshoz nyújtott települési támogatások formájában hozott döntések, és a másik része pedig néhány rendeletnek is a módosítása, illetve egyedi konkrét döntések. A rendeleteknél szeretnék kiemelni kettőt, ami a legfontosabb, mert hogy a koronavírus járvány eddig, hogy
próbáltuk azt megvizsgálni, hogy az önkormányzat és az itt élő lakosság milyen kapcsolatában érinti a járvány különböző szerződéseket, és hát ugye alapvetően ezek a bélemények, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak, és akkor innentől kezdve beszélhetünk ugye bérlőkről, akik lakásokat bérelnek, beszélhetünk olyan bérlőkről, akik üzlethelyiséget, irodát bérelnek, orvosi rendelőket bérelnek az önkormányzattól, és minden területen igyekeztünk végig gondolni, hogy ne maradjon ki senki, és döntéseket hoztam. Elsőként meghoztam azt a döntést, amit akkor még nem láthattuk előre, hogy egy ilyen helyzetbe kerülünk. Januárban hozta meg a képviselőtestület azt a döntését, hogy 2020. május 1-től a lakbérek 20%-kal növekednek az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban. Én azt gondoltam, hogy ebben a helyzetben ettől a lakbéremeléstől eltekintek, visszavontam ezt a döntést. Természetesen a testület, amikor majd újraülésezik, akkor mérlegelni fogja, hogy ezt bevezeti-e, és hogy mikortól. Én magam úgy gondoltam, hogy ebben a helyzetben erre a lakbéremelésre nem szerencsés a sor kerül. Ugyanakkor magát az emelést indokoltnak tartottam volna egy olyan évben, amikor egy normál élethelyzet van, és nincs ez a járványos helyzet, mert azt elmondhatjuk még az emelés után is, hogy olyan lakbérek vannak a városban, önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében, amelyek nagyságrendekkel alacsonyabbak, mint a piaci alapúak. Tehát 10.000 forint körüli összegről beszélünk emelés után. De ebben a helyzetben viszont nem tartottam szerencsésnek, hogy bevezetésre kerüljön. Ezt a döntést a legelső között hoztam meg. Szintén bérlőket érint, csak üzlethelyiségeket, és akkor a valamennyi, amit felsoroltam az előbb, orvosi rendelők tekintetében, irodák, üzlethelyiségek tekintetében 50%-os bérleti díj csökkentésről döntöttem, április 1-től június 30-áig. Egyelőre ezt az időszakot határoztam meg. Egyrészt azért, mert ugye egy önkormányzat költségvetésből él, és az alapján működik és dolgozik, még hogyha az, amit elfogadtunk február 13-án teljesen föl is borult már. Lakások és egyéb önkormányzati helyiségeknek a szabályozásról egyik rendelet vonatkozik, és vonatkozik másik rendelet, a közterületi használati rendelet pedig szabályozza a teraszok, a kerthelyiségek előkerteknek, ott is az 50%-os díjcsökkentést határoztam el. Tehát ezeket kellett összhangba hozni. Tehát az elv ugyanaz volt minden területen, és különböző rendeletek módosítását tette ez szükségessé. Én úgy gondolom, hogy olyan döntés úgy sincs, ami mindenkinek megfelel és tökéletes, de igyekeztem arra törekedni, hogy mégis egy egységes szemléletet és egy határozott egy irányt mutasson valamennyi döntést. Gyakorlatilag az első intézkedések egyike volt a kormányrendelet szerint, ami a 70 év felettieknek az ellátását polgármesteri hatáskörbe, illetve kötelezettségre tette. Ezzel semmi probléma nincs is, nagyon gyorsan összeállt és megszerveztük azt, hogy hogyan tudjuk azt a több mint 2000, egészen pontosan tegnapi nap 2136 70 év feletti bonyhádi lakosnak segíteni ebben a rendkívüli helyzetben, ami talán megnyugtató is, hogy nincsenek egyedül, és mindenkinek segítünk, ott vagyunk mögöttük. Gyakorlatilag van egy jó kialakult rendszer már az önkormányzatiság ideje alatt a városban, hiszen a képviselői körzetek adott szektorokra osztják a települést, és ennek a logikája alapján az egyéni képviselőkörzeteknek a utca névsor felhasználásával gondoltuk azt végig, hogy amennyiben, hiszen előre nem lehetett tudni, és most sem tudjuk még, hogy hogyan fog változni ez a szám, hogy hogyan tudjuk ellátni a hozzánk forduló időseket, a bevásárlások, a gyógyszer kiváltások területén, vagy akár az ebéd házhozszállításával. Ezért üzletekkel, élelmiszerboltokkal szerződést kötöttünk, megállapodást kötöttünk, hús és hentes áruboltal, és próbáltuk így körzetenként szétosztani, hogy ha nagy lesz az igény, akkor is zökkenőmentesen menjen az ellátás. Egyelőre azért ilyen nagy igényt nem látok. Én bízom abban, hogy ez annak köszönhető, hogy a családtagok és azok a szomszédok, barátok, akik odafigyelnek az idős szomszédjaikra, azok nem hagyták őket magukra, de így is azért van jelentkező, és minden nap tudunk segíteni. Én egy picit azt tapasztaltam, hogy amióta múlt szombaton megjelent
az a időkorlátozás a 9 és 12 óra közötti, amiben időben egyébként nagyon helyesen elkülönülnének az idős emberek a fiatalabb korosztályoktól. Ezt egy picit ők felhívásnak érezték, és úgy gondolják, hogy ők most ebben az időszakban nyugodtan mehetnek és vásárolhatnak. Éppen ezért, és láttam azt is, hogy kevesebben vették igénybe azt a szolgáltatást, amit a gondozási központ munkatársaival látunk el közösen. A tegnapi nap során elkészítettem egy levelet, ami egyénként, személy szerint mind a 2136-70 év feletti, ez a mai napon eljutottunk, és amelyet egyenként én magam alá is írtam, és abban nagyon tisztelettel fordultam az időseinkhez, hogy továbbra is a legfontosabb üzenet részünkről az, hogy maradjanak az otthonaikban, és aki nem tud családtagjai vagy a szomszédai által segítséget kérni a mindennapos bevásárláshoz, a gyógyszerek kiváltásához, a postára való ügyintézéshez, akkor az bizalommal forduljon hozzánk, tényleg mindenkinek segítünk. Ilyenkor azért jó érezni, hogy egy összetartó, összefogó közösségben élünk itt, egy 13.000-es kisvárosban. Nagyon sok önkéntes munkára jelentkezőnek a neve, telefonszáma van a birtokomban. Egyelőre még nem volt rájuk szükség. Szervezetten még nem kellett igénybe vegyük azokat a felajánlásokat, amiket ők tőlük kaptunk, hiszen alapvetően, amit említettem, a gondozási központtal látjuk ezt a feladatot. Ezt követően ott állnak majd az önkormányzati intézmény dolgozók szintén, akik segítséget tudnak nyújtani, mert valamennyi önkormányzati intézményünket érintette a járvány, és akkor átérhetünk arra is, hogy arról is kell néhány mondatot beszélni, hiszen meg kellett hozni mindazt a döntést ebben az elmúlt 23 napban, és annak a legelején rögtön, ahogy a veszélyezett kihirdetésre került, hogy a Varázskapu bölcsőde és óvodánkat természetesen rendkívül szünetet kellett, hogy elrendeljek. A közművelődési intézményünk, a művelődési ház, a könyvtár, a múzeum bezárt, ugyanúgy bezárt a sportcsarnokunk is, ugye a Városi Sportcentrumnak az intézménye, szünettel a tanúszodában az üzemelés, és bezárásra került a piac is, de az előbbi gondolatra visszatérve, ezekben az önkormányzati intézményekben dolgozók szintén rendelkezésre állnak, és bevethetők egy nagyobb igényű lakosság kiszolgálására, és hogyha már azzal sem győznénk, akkor tudjuk az önkénteseket igénybe venni. Én azt gondolom, hogy a piac témája, főleg most, hogy már tavasz van, és egyre inkább jönnek azok a termékek, amit már régóta vártunk, hogy frissen, primör, zöldség, gyümölcsárut kapjunk, hozzájussunk, itt vagyunk, jövő héten már nagy hét van, húsvét előtt. Ilyenkor még fokozottabb az igény arra, hogy piacon vásárolhassunk, és a bonyeli piac pedig zárva tart, hiszen bezártam. Ez némi ellentmondást mutat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenre van megoldás. Aki bonyhádi, vagy a környékbeli és rendszeresen látogatja a mi piacunkat, az pontosan tudja, hogy a mi piacunk alapvetően nem egy kistermelői, egy őstermelői piac, hanem inkább egy ilyen vásáros dolognak mondanám egy részét. A szóba sem jött részemről, és ezt nagyon sok emberrel a véleményét kikérve, én magam is egyértelműen így gondolom, hogy ha abban gondolkodunk, hogy segítsük azokat az őstermelőket, kistermelőket, akik hosszú hónapok óta dolgoznak azért, hogy tavasszal most a saját termékeikkel, maguk által előállított akár növény, akár állati alapanyagú termékekkel szó szerint piacra kerüljenek, azokat segítsük, az teljesen természetes, és ezért is gondolkodtunk egy megoldásban, amit mindjárt ki is fejtek bővebben. De most nem volt cél az ebben a járványügyi helyzetben, hogy egy nagy tömeget még a szabadtéren is egyszerre rázódítsunk a városra úgy, hogy azt nem tudom előre, hogy milyen korlátok között, hogyan lehet szabályozni. Tehát egy bizonytalanban, egy ismeretlenben nem szívesen mentünk volna bele ebbe a járványügyi helyzetbe. Éppen ezért azt a döntést, hogy a piac szünetel, ezt nem vonom vissza. A másik oldalon ott a lakosság, akinek meg igénye van arra, hogy ezeket a termékeket továbbra is megvásárolhassa. Ugye a mi piacunkra az is jellemző, hogy nagyon sok idős néni árul. Későbbiekben jön majd ez elő május-júniusban, amikor már tényleg a saját kiskertekben is vannak különböző zöldségek, gyümölcsök. Ők eleve most nem lenne célszerű, hogyha megjelennének a piacokon. És akkor tényleg marad az a kör, akik őstermelők, kistermelők. Egy felhívást tettünk közzé
az ő számukra, amelyben kértük, hogy jelentkezzenek mindazok, akik bonyhádiak, illetve Bonyhád 40 kilométeres körzetében élnek, és alapvetően őstermelők, kistermelők, felsoroltunk minden olyan terméket, amit várunk, hogy árusíthassanak Bonyhádon, és kijelöltem a közterületi rendeletünket módosítva plusz olyan helyeket, mert eddig is tartalmazott árusító helyeket a rendelet, de plusz olyan helyeket a városban, amelyek mind térben, tehát földrajzilag elkülönülnek egymástól, és akkor nem egy helyen koncentráltan, hanem a város különböző pontjain lehet majd találkozni az árusokkal. Ha már el lehet indítani, akkor nincs mire várni, jövő kettől már ez működhet, és ahhoz, hogy a lakosságot is időben kellő módon tudjuk értesíteni, és ők is fel tudjanak rá készülni, hogy mikor kezdhetik az árusítást, ezért én ezt a hétvégén megteszem, mindenkit értesíteni fogok. Látni kell, hogy hányan és milyen termékkel jelentkeznek erre az árusításra, és akkor lehet őket úgy szétosztani, hogy annak sincs értelme, hogy mondjuk két hentes terméket, húsféleséget áruló legyen egymás mellett, vagy két palántás, hanem inkább őket is megosztva, és mondom, a város különböző területre is szétszórva lehet őket majd megtalálni. Én nagyon profi animációval, térképpel ezt a lakosság tudomására fogjuk hozni legkésőbb hétfőn, úgyhogy kedden már mindenki aszerint keresheti meg azt a zárusát, aki amilyen terméket szeretne vásárolni. Kettősség van bennem, én azt látom, hogy a lakosságnak itt Bonyhádon egy jelentős része komolyan veszi, és örülök is annak, és büszke is vagyok rá, hogy minden olyan kérést betartanak, ami a saját, illetve mindenünk közös érdekét szolgálja. Azért lényegesen kevesebb embert lehet látni az utcákon, a közterületeken. Én magam azért többször körbejárom naponta a várost, és az autóból nézem, hogy mi a helyzet, mert mindenki a saját meggyőződése alapján tud igazán döntéseket hozni, meg a saját tapasztalatai alapján fogad el dolgokat, így vagyok ezzel én is. És én többségében azt mondom, hogy elégedett vagyok. Ahogy az előbb említettem, az idősebb korosztályban érzek némi változást az újabb, amikor a kijárási korlátozás bevezetése került a kortól, de bízom benne, hogy egyrészt a levél hatására, másrészt a minden csatornán zajló kommunikáció hatására egy picit ez is visszább áll, de a középkorosztály fiatalok azok mind úgy látom, hogy komolyan betartják. A város nagy többsége, igenis, erre hálás vagyok és örülök neki.